Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagy Batolyonatán. Ez a Világnézet Salád Gergely kínakutatóval, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársával. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A mai adásunk témája pedig a Kínában zajló diplomáciai csúcsüzem lesz, és először az ukrán külügyminiszter, majd pedig Giorgia Meloni személyesen látogatott el Pekingben. Kezdjük az ukránokkal. Wang Yi kínai külügyminiszter szerdán Dmitrij Kuleba ukrán kollégájával folytatott megbeszélésen hangsúlyozta Peking elkötelezettségét az orosz-ukrán konfliktus politikai rendezésének előmozdítása mellett, és ígéretet tett arra, hogy továbbra is humanitárius segítséget nyújt a háborús sújtotta országnak, közölte a kínai külügyminisztérium. Milyen konkrét eredményei voltak a két fél egyeztetésének, hiszen ezek, amiket a kínai külügyminisztérium közölt, ezek inkább csak elvek és nem gyakorlati eredmények? Na most a diplomáciai tárgyalások azok lényegük szerint titkosak. Ugye mi mindig abból próbálunk találgatni, hogy mi is hangzott el, miben is állapodtak meg, hogy beszél két vezető egy-két-három órát zárt ajtók mögött, utána kiállnak és mondanak valamit a nyilvánosságnak. Esetleg kiadnak egy közleményt, és akkor nem szóban, hanem írásban tájékoztatják az elhangzottakról a közvélemény. Na most annak, amit a nyilvánossággal közölnek, ahhoz, amiről ténylegesen tárgyaltak, nem mindig van köze. Tehát ez egy része a politika, ugye a diplomácia, ez a diplomáciáról szól, az a konkrét tárgyalásokról, és amikor már kiállnak a politikusok a nyilvánosság elé, az már mindig a politikáról szól, arról, hogy a közvéleménnyel valamit akarnak kezdeni, valamilyen módon hatni akarnak rá, vagy manipulálni. Tehát nem tudhatjuk. Ami a nyilvános üzenetekből kiderült, az nem sok. Lényegében azt lehet kivenni, hogy Kína hajlandó lenne valamilyen módon közvetíteni, de ennek nem látja még eljöve az idejét. Tehát itt a Wang Yinak volt egy olyan megjegyzése, hogy még nem érett rá a helyzet, hogy Kína aktívan beszálljon a közvetítésbe, vagy a béke teremtésbe. Ez azt jelzi, hogy Kína nem most fog békét csinálni, ha valaha fog. Milyen üzenete lehet ennek a látogatásnak Oroszország, illetve az Egyesült Államok irányába, hiszen ugye Kína és Oroszország legalábbis a nyugat szerint lényegében egy azon szövetségi rendszerbe tartoznak? Azt azért fontos jelezni, hogy valódi szövetség, tehát katonai szövetség nincsen Kína meg Oroszország között, de nagyon szoros partnerei egymásnak. Most ez az üzenet, ez hát Oroszország számára azt közvetítheti, hogy hát azért mi az ukránokkal is beszélő viszonyban vagyunk. Azt tudni kell, hogy mondjuk Xi Jinping és Putin, ha jól számolom, 2012 óta, mióta Xi Jinping hatalmon van, 44-szer találkozott egymással. Tehát ez egy rendkívül szoros viszony. Szerintem nincs még két ország a világban, aminek a vezetői ilyen sokszor találkoztak volna egymással. Tehát ilyen EU-s csúcsokat, vagy EU-s vezetőket leszámítva. Ehhez képest a háború óta ez az első alkalom, hogy egy vezető ukrán politikus, de itt sem az elnök, hanem úgymond zárójelben csak egy külügyminiszter találkozott hát a kínai külügyminiszterrel, tehát ott sem a legfelső vezetővel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Kína meg Oroszország, illetve Kína és Ukrajna között ugyanolyan szintűek lennének a kapcsolatok, hanem csupán azt, hogy azért Kína kifele akarja mutatni, hogy ő nem szakította meg a beszélő viszonyt Ukrajnával sem. Kína talán az egyetlen állam, aki képes Oroszországgal és Ukrajnával is baráti kapcsolatot fenntartani. Hogyan lehetséges ez egy ilyen blokkosoló világban, mint a mai? Hát nem biztos, hogy Kína az egyetlen. Mi ugye nagyon nyugat központúak vagyunk, és a nyugati államok, hát Magyarország kivételével, ugye azt hirdetik magukról, hogy az oroszokról nem tárgyalnak, csak az ukránokkal vannak jóval. De hát azért még a nyugati világon kívül él 1 milliárd ember a világon.
ezeknek van, nem tudom, 150 országuk, ezek azért tulajdonképpen ugyanazt mondják és csinálják, mint Kína, hogy ők nem szakították meg a kapcsolatot Oroszországgal sem, meg Ukrajnával sem, maximum nem különösebben intenzív a kapcsolatuk velük. Tehát Kínának a viselkedése az nem teljesen egyedi. A világ, nem tudom, országainak a háromnegyede, négyötöde, az tulajdonképpen azt csinálja, mint Kína, hogy a háború ellenére ők továbbra is igyekeznek kapcsolatot tartani mind a két féllel. Most a kínaiak, ami megkülönbözteti őket, az talán a többi, hát ilyen globális déli országtól, az, már itt is például nagyon hasonlítanak az indiaiakhoz, hogy ők azért óriási bizniszeket kötnek Oroszországgal. Tehát hivatalosan fegyvert, halálos fegyvert úgymond, ezt is mindig kikötik, nem szállítanak Oroszországnak, tehát katonailag elvileg nem támogatják Oroszországot, de nem is biztos, hogy Oroszországnak erre van szüksége, Oroszországnak arra van szüksége, hogy ne legyen elzárva a világ pénzügyi rendszerétől, hozzájusson pénzhez. Ez ugye a kínai olaj, meg gáz, meg egyéb vásárlások miatt abszolút lehetséges, meg persze az indiai olaj, meg gáz, meg egyéb vásárlások miatt is, de illetve hozzájusson azokhoz a termékekhez, amikre a lakosságának, meg a gazdaságának szüksége van. Ezeket a kínaiak készséggel boldogan, persze jó pénzért szállítják nekik. Tehát ebből a szempontból tény, hogy Kína sokat segít Oroszországnak, de azt hiszem, hogy nem olyan módon, ahogy a nyugat azt elképzeli, de nem csak olyan módon, hanem a fő hozzájárulása Oroszország úgymond sikeréhez az, hogy az orosz gazdaságot életben tartja. De ebben sincs egyedül. Tehát India legalább olyan intenzíven üzletel az oroszokkal, csak Indiát ugye nem szokás bírálni, mert hogy demokrácia, és hogy ilyen Kínával vannak feszültségei, és ezért nem próbáljuk őt nem elidegeníteni magunktól, mi nyugatiak. Ugye látjuk azt, hogyha valaki a nyugati világban inkább Oroszország felé hajlik, vagy legalábbis elfogadja az orosz érveket is, az ellen egyfajta ilyen keresztes hadjáratot hirdetnek, mind Ukrajnából, mind Washingtonból. Most mégis ugye Ukrajna ellátogat, vagy az ukrán külügyminiszter ellátogatott Kínába, akik ugye élén kereskedelmi kapcsolatot folytatnak Oroszországgal. Miért nem kritizálja Ukrajna Kínát annyira, mint mondjuk Magyarországot? Hát Kína nagy. Tehát béke igazából elképzelhetetlen Kínának valamilyen részvétele nélkül. Tehát Kína egy nagyhatalom, Kína egy globális szuperhatalom. Lehet bírálni, csak nincs sok értelme. Egyébként az Zelenszkij elnök pont néhány hónapja bírálta is, azért, mert nem vett részt ugye amúgy teljesen értelmetlen svájci békecsúcson Kína, de valóban nem jellemző, hogy az ukránok különösen sokat foglalkoznának Kína szidalmazásával, egész egyszerűen nem akarják maguktól elidegeníteni, vagy még jobban elidegeníteni. Hát a tűzszüneti tárgyalásoknál, vagy a béketárgyalásoknál nekik nagy szükségük lesz Kínának az aktív részvételére és esetleges jó indulatára. Úgyhogy itt az ukránok egy kellemetlen helyzetben vannak, hogy az ő halálos ellenségüket az általán már említett módon támogatja Kína, segíti így úgy amúgy, de ők se lehetnek igazán rosszba ezzel a halálos ellenségre, mert majd a háború utáni rendezésben óriási szükségük lesz nekik a kínaiak részvételére. Mit üzenhet ez a látogatás egyébként az Egyesült Államoknak és Európának, hiszen ugye a legnagyobb támogatója azért Zelenszkijnek nyugaton van és nem keleten? Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben azért megélénkültek az Ukrajna körüli diplomáciai manőverek. Tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy a magyar miniszterelnöknek a békemissziónak nevezett körútja sem csak a magyar miniszterelnöknek az egyéni ambícióiról, vagy akár belpolitikai céljairól szólt, hiszen akkor nem fogadták volna a világ legnagyobb hatalmait, tehát azért nem fog ezt így még neki soron kívül találkozót adni, mert ő nagyon szeretné. Tehát ugyanígy
folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Tehát például az orosz meg az amerikai védelmi miniszter is, amilyen régen beszélt egymással. Egyszerűen a hadihelyzet Ukrajnában kezd elérni egy olyan pontot, ahol már muszáj lesz egyszerűen leülni, tárgyalni ukrán részről. Oroszok azok el vannak, de az ukránoknak elég nagy problémáik vannak a fronton, tehát egy idő után biztos, hogy engedniük kell, engedményeket kell tenni, ezt ki kell mondani. Ezt nyilván nagyon nehéz bevállalni, de ahhoz, hogy elkezdődhessenek akár titokban, akár nyíltan valamiféle érdemi tárgyalások. Tehát egy olyan tárgyalás, ami nem arról szól, hogy mindenki elmondja, hogy Oroszország milyen gonosz, hanem egy olyan tárgyalás, ahol Oroszország is ott van, és érdemi dolgokról beszélnek. Ehhez szükség lesz Kína részvételére is, és én azt gondolom, hogy nyugati szövetségesek ezt most már pontosan tudják, pontosan belátják. Egyébként ők is szokták kérni Kínát a közvetítésre, tehát minden egyes alkalommal, amikor nyugati vezető, kínai vezetővel találkozik, elmondja neki, hogy csináljon már valamit az ukrán ügyben. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez egy olyan érintkezés lett volna Ukrajna meg Peking között, amiről a nyugati szövetségesek nem tudtak. Szerintem a nyugati szövetségeseknek a jóváhagyásával, esetleg kérésére utazott Kuleba Kínába, Kanton városában, hogy a kínaiakat próbálja meg bevonni a folyamatba, mert nélkülük nem fog menni. Van egyébként arról kínai kommunikáció, hogy hogyan tekintenek Ukrajna területi integritására, el tudják-e képzelni esetleg Ukrajna területi csökkenését a háború után, vagy erről még nincs szó a kínai sajtóban? Erről konkrétan semmit nem mondtak a kínaiak, viszont nekik van egy elég egyértelmű külpolitikai doktrinájuk, amit minden esetben érvényesítenek, ez pedig az, hogy ők tiszteletben tartják minden országnak a területi szuverenitását, és akkor fogadnak el változásokat, ilyen területi változásokat, tehát akkor ismernek el, hogyha az ország is beleegyezik, akit az érint. Tehát, hogyha Ukrajna nem mond le hivatalosan mondjuk a Krímről, vagy a Donbassról, akkor elvileg a kínaiak az elmúlt 70 évben követett doktrinájuk szerint nem fogják elismerni, ahogy 2014 után sem ismerték el, és a mai napig nem ismerik el Krímnek az Oroszországhoz tartozását. Mert hogy ugye az érintett fél, Ukrajna nem mondott le róla, míg mondjuk, nem tudom, Dél-Szudán esetében a kínaiak elismerték Dél-Szudánt, mert ott a szudáni kormány jóvá hagyta a Dél-Szudánnak a kiszakadását. Tehát ilyen esetekben, amikor a érintett fél is elfogadja a tárgyalást, azt a kínaiak is elfogadják, amikor nem, akkor nem. Ez egy alapelve a kínaiaknak. Eddig tulajdonképpen az ukrán ügyben is így viselkedtek, nem említettem se a Krímet 2014 után, se a Donbassba eddig elfoglalt területeket, ők nem fogadták el Oroszország részeként, nem mint hogyha ennek olyan különösebb jelentősége lenne, persze, mert attól, hogy az oroszok nem fognak kivonulni. Van egyébként olyan elv így a kínai külpolitika mögött, hogyha az oroszok képesek lesznek Ukrajnában területet nyerni, akkor egyébként Kína is képes lesz majd Tajvant elfoglalni? A kínaiak nagyon tiltakoznak, hogy ilyen párhuzamokat vonjunk, mert ez számukra tulajdonképpen kellemetlenné teszi a helyzetet. Ők ugye Ukrajnának a szuverenitását azokkal a határokkal, a 92-es határokkal elismerték, Ukrajnával mai napig is diplomáciai kapcsolatot tartanak fenn. Azokkal a határokkal ismerték el, amiket az ukránok is elfogadnak, tehát itt ők, bár erről nem nagyon beszélnek, de nem is tagadják, hogy egy szuverén államot támadtak meg. Tajvant soha nem tartotta a kínai népköztársaság szuverén államnak, tehát mindig a saját részének tartja, és egy esetleges Tajvan elleni katonai akciót ő belügynek tartana. És ezért aztán ők hivatalból tiltakoznak minden párhuzam mellett, hiszen az egyik
esetben egy szuverén ország, két szuverén ország háborújáról van szó, a másik esetben pedig, hát az ő értelmezésük szerint persze, egy szuverén országnak a belügyéről. Úgyhogy itt inkább a tajvani kérdés nem ezt fogja eldönteni. Nyilván a kínaiak is szeretősen figyelnek és jegyzetelnek, hogy mi történik Ukrajnában, hogyan működnek a szankciók, mit lehet tenni szankciók kilátására, hogyan működik egy megtámadott ország. És lesznek nekik tanulságaik Tajvanra nézve, de én azt gondolom, hogy ez közvetlenül nem fogja befolyásolni a tajvani számításaikat, ott más tényezőket fognak figyelembe venni, nem az, hogy az ukránoknál éppen mi van. Sokat beszéltünk a békéről. Mit jelenthet Kínának politikai, diplomáciai értelemben, ha sikerül tető alá hozni egy békét Oroszország és Ukrajna között? Hát ez természetesen egy óriási diplomáciai siker lenne Kínának, hiszen Kína kezdetektől fogva azt mondja, hogy a békés megoldásban érdekelt, mindenhol egyébként, tehát nem csak az ukrán ügyben, hanem ő mindenféle erőszakos konfliktust elvet, és mindig a tárgyalás és megoldásnak a híve, kivéve persze, amikor nem, de ezt most így hagyjuk, tehát a retorikában mindenképpen ezt mondják, és így szeret a világ közvéleménye előtt ilyen békecsinálóként, közvetítőként fellépni. Különösen a globális dél előtt. Ugye ő azzal különbözteti meg magát a nagy riválistól, az Egyesült Államoktól, hogy a kínai kommunikáció vagy propaganda szerint az Egyesült Államok minden volt, csak bajt kezel, bajt kavar, feszültséget szít, háborúkat indít, konfliktusokat gerjeszt. Ezzel szemben Kína, a jó fiú, ő mindig a békés megoldásnak, meg a rendezésnek, meg a tárgyalásoknak a híve. Ugye ez óriási sikerként adták el, hogy ugye tavaly sikerült tető alá hozniuk egy megállapodást például Irán és Szaúd-Arábia között a kapcsolataik rendezéséről, tehát tulajdonképpen a Közel-Keleten is ilyen béke csinálóként léptek fel, és ugye pont néhány hete a különböző palesztin szervezeteket békítették meg, és hát azért az egy óriási trófea lenne, hogyha részt vennének az ukrajnai béketeremtésben. Én nem gondolom, hogy a nyugati világ hagyni fogja, hogy ennek a dicsősége kínálki legyen egyedül, de azt talán tudják a nyugati világon belüli realista politikus, hogy Kínát kihagyni sem lehet, tehát aktív szerepe lesz, és akkor Kína meg tudja mutatni a globális délnek, hogy lehet ezt máshogy is csinálni, mint ahogy a csúnya amerikaiak csinálják. Kínában a másik jelentős találkozó Olaszország, illetve Kína képviselői között zajlott. Bő egy évvel azután, hogy Olaszország bejelentette, hogy kilép az új Sejemút kínai gazdasági kezdeményezésből, Giorgia Meloni Pekingbe utazott, ugyanis az olasz miniszterelnök szeretné újjáépíteni a kapcsolatot Kínával. Hogyan értékelik Kínában ezt a találkozót? Nem tekintik Olaszországot egyfajta árulónak? Hát az áruló az talán túlzó kifejezés, de nyilván az azért egy arcvesztést, presztízvesztességet okozott nekik, amikor Olaszország ugye tavaly kilépett a övezetési útból. Most ez az övezetési út, ez nem egy nemzetközi szervezet, és hogyha azt mondjuk, hogy na beléptünk, ez nem azt jelenti, hogy mi tagjai lettünk valaminek, ez azt jelenti, hogy kiadunk egy ilyen, nem tudom, egy oldalas szándéknyilatkozatot, hogy mi nagyon szeretjük Kínát, meg az övezetés utat. És ennek a visszavonása, tehát ez semmiféle elköteleződést nem jelent. Ez egy ilyen szép gesztus, hogy azt mondjuk, hogy mi támogatjuk a DR-t. Ezt tette meg Olaszországnak az előző kormánya, tehát egy ilyen szándéknyilatkozatot kiadott. Meloni meg lényegében visszavonta ezt a szándéknyilatkozatot. Ez sem ugye, szüntetett meg semmiféle kötelezettségvállalást, tehát itt inkább gesztusokról volt szó. Itt egy barátságtalan gesztusról volt szó. Tehát a kínaiak már hozzászoktak ahhoz, hogy politikusok választási kampányokban vagy választási kampányok után kevéssel Kína ellenes jelszavakkal, meg gesztusokkal próbálnak szavazatokat szerezni, meg támogatókat szerezni. Aztán ezek a politikusok szép, hogyha hatalomra kerülnek, akkor szépen be
vagy szépen szembesülnek a valósággal, megkapják a számokat, hogy mekkora is a külkereskedelmük Kínával, meg mekkorák a kínai befektetések, milyen üzleti lehetőségek vannak ott, és akkor vissza szoktak venni. Ehhez a kínaiak már hozzászoktak, 30 éven keresztül minden amerikai választási kampány is arról szólt, hogy a jelöltek egymással versenyve kiabáltak így ott békát Kínára, aztán utána, amikor megválasztották őket, akkor egyszer csak hirtelen barátok lettek a kínaiakkal. Ezt aztán miért Trump megszakította, mert a kampány után se lett barátja a kínaiaknak. Szóval önmagával az, hogy politikusok megváltoztatják a véleményüket vagy a hozzáállásukat Kínához, ez a kínaiakat nem most már nem lepi meg különösebben, és úgy tűnik, hogy ilyen pragmatikus okokból hajlandóak túllépni ezeken a sérelmeiken. Hát szeretnék, nem fogják a Melónit, de hát, hogyha Olaszország adva a üzleti lehetőséget, akkor azzal természetesen élni fognak. Kijelenthető talán, hogy Olaszország és Kína kapcsolat egy ilyen uszarcú kapcsolat, hiszen ugye Olaszország támogatta az Európai Unió Kína ellenes szankcióit az autóiparban, ugye itt leginkább az elektromos autókra kell gondolni, miközben ugye most 3 éves megegyezést írt alá, gazdasági megegyezést Kínával. Kínában egyébként elképesztően pragmatikusan értékelik ezeket, vagy azért nem felejtik el, hogy azért Meloni odaszúrt Kínának az Európai Unióban? Hát felejteni nem nagyon szoktak a kínaiak, de túl tudnak lépni dolgokon. És ezt a kínai elektromos autókra kiadott büntetővámot lényegben mindenki támogatta, hogy nem támogatták volna, akkor nem lépnek érvénybe. Ugye a kínaiak most gazdaságilag egy ilyen problémás korszakban vannak, nehéz helyzetben vannak, nincsenek válságban, de azért nekik most az az érdekük, hogy nyugodt legyen a nemzetközi környezet, és a lehető legkevesebb konfliktusok legyen. Most Európára nekik szükségük van gazdasági partnerként. Tehát nekik az a stratégiájuk, ezen dolgoznak már évek óta, hogy megpróbálják megakadályozni, hogy az Egyesült Államok és Európa összeálljon egy ilyen Kína ellenes tengelyé, egy ilyen blokká, amely nem vesz kínai termékeket, nem fektet be Kínába, nem fogad be kínai befektetéseket, meg egyebeket. Ugye a kínaiak meg az amerikaiak között van egy teljesen természetes nagyhatalmi versengés, azzal nem nagyon lehet mit csinálni. De EU viszont nem nagy hatalom a szónak a klasszikus értelmében, tehát nekünk nincsenek területi vitáink Kínával, meg nincsenek összeütköző érdekszféráink, mert EU-nak nem vannak érdekszférái. Ezért mi akár tudunk normálisan, ideológiamentesen, pragmatikusan együttműködni Kínával, vagy tudnánk, hogyha nem követni nagyon sok EU-s politikus az amerikai szándékokat, vagy pedig a saját ideológiájától vezérelve nem akarni mindenképpen hát ilyen Kína ellenes felszólalásokkal, piros pontokat szerezni a választóknál, vagy akárkiknél. És a kínaiak ezért azon dolgoznak, hogy megpróbálni leválasztani Európát Amerikától. És itt is azt látjuk, hogy bár most éppen ugye büntetővámokat vetett ki júliusban az EU a kínai termék, mert az elektromos autókra, egy csomó egyéb konfliktusuk van, de a kínaiak most nem abban érdekeltek, hogy fokozzák ezeket a konfliktusokat, és mondjuk ők nem tudom, még nagyobb büntetővámokat vessenek ki az európai nem tudom mikre. Én gesztus értékűen indítottak egy hasonló ilyen dömping vizsgálatot az európai brandik konyakok ellen, ami azért más kategória. Persze a franciáknak fontos, de azért más kategória, más kávéház, mint az autóipar, de egyelőre ezt a konfliktust is próbálják a kínaiak rendezni. Ugye Xi Jinping járt Európában májusban, ahol ugye az első útja Franciaországhoz vezetett, abban a Franciaországban, amely az első számú támogatója volt ezeknek a kínai elektromos autó ellenes szankcióknak. Most ugye Melonit fogadja, a májusi útja előtt 2 héttel a német kancellár járt Pekingben, tehát nagyon intenzív a kínai európai politikai érintkezés, mert a kínaiak legalábbis próbálják nagyon
próbálják menteni, ami menthető, meg a realistább európai vezetők is próbálják menteni, ami menthető így a kínai-európai kapcsolatokból. És ezért aztán a kínaiak így hajlandóak a különböző sérelmeiken felülemelkedni. Mi lehet egyébként az a pont, amikor Kína azt mondja, hogy ennyit nyeltem, és tovább már nem mehet Európa, ez a vörös vonal elérték, és most már komoly szankciókat fog bevezetni Európa ellen? Hát lehetnek politikai lépések. Például, hogyha Európa valamilyen módon Tajvannak a függetlenségét támogatná, vagy valami nagyon komoly gesztust tenne Tajvan felé. Nem merült fel, de mondjuk egy ilyen vörös vonal lenne az, hogyha az EU vagy akár európai ország, jelentősebb európai országok elismernék a kínai köztársaságot, tehát Tajvant. Ilyen valószínűleg nem fog megtörténni, de ez például ilyen vörös vonal lenne, ami mindent felülír a kínai kalkulációkban, és akkor bevállalnák azokat a gazdasági veszteségeket, hiszen itt szuverenitás kérdésről van szó. De hát ez a elektromos autó ügy sincs lezárva, most egyelőre ideiglenesen vannak ezek a védővámok, ha jól emlékszem, novemberig tartanak, és novemberig tárgyalnak, és ha addig nem sikerül megegyezni a kínai gyártókat érintő állami támogatásokról, akkor fognak véglegesedni. És a kínaiak addig nem akarják ledobni az atomot, amíg nem jutnak el a tárgyalások végére. Most, hogyha véglegesek maradnak ezek a büntetővámok, akkor azért elképzelhető, hogy fog jó néhány vizsgálat indulni majd mondjuk a Kínában tevékenykedő német autógyárak ellen, hogy azok tényleg megfelelnek a helyi előírásoknak. Tehát a kínaiak azért tudnak oda ütni, ahol nagyon fáj. Most egyelőre még nem akarnak oda ütni, tehát nem akarják, hogy fájjon nekik, mert a tárgyalásoknak az eredményeiben bíznak. De hogyha például maradnak ezek a szankciók, véglegessé válnak, mert hogy dugába dőlnek a tárgyalások, akkor biztos, hogy lépni fognak valamit a kínaiak. De nyilván ezek ilyen gazdasági ügyek, aminél ilyen igazán bedurulhatnak a kínaiak, azok ilyen a kínai szuverenitást érintő ügyek, Tajvan kérdése, Xinjiang kérdése, Tibet kérdése, Hongkong kérdése, Dél-kínai tenger kérdése, és még így sorolhatnám azokat a területeket, ahol azért az EU így szokta így feszegetni a határokat. Ez volt a Világnézet család. Gergelye, köszönjük, fogadta a hívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget.